Idén májusban még javában zajlottak a munkálatok a Fülor gégészeti szakrendelőknél Kisvárdán. Ezek pedig már a hivatalos átadás pillanatai. A fejlesztés során nem csak teljes körű korszerűsítést végeztek, az eszközpark is megújult. A Szent Damján görögkatolikus katolikus kórház az elmúlt években több ütemben fejlesztette a járóbeteg ellátást végző szakrendelőit. A a Szent Damián Görög Katolikus Kórházban úgy gondolkozunk, hogy mindig megnézzük, hogy mi az, ami fejlesztendő területünk, és ehhez, hogyha találunk forrást, akkor belevágunk, és ezeket a területeket fejlesztjük is. Ez egy hosszú távú fejlesztés, ami most megvalósult. A járóbeteg szakrendelőknek a felújítását célozta meg. Ez egy második lépcső volt, az első lépcsője 2015-ben fejeződött be, a második lépcsőt pedig most ez év szeptemberében tudtuk befejezni. Szülészet, nőgyógyászat, reumatológiai rehabilitációs területeknek a kubaturális feltételeit, illetve az eszközeit tudtuk visszapótolni, illetve még ami nagyon fontos benne a tüdő gondozónkat, amely egy másik telephelyen működött, az be tudtuk hozni a kórházunk belső területére. Az átadást szimbolizáló szalagot a tüdőgondozó épületében vágták át. Az ünnepségen elhangzott Kisvárdán 1938-ban kezdődött a tüdőgyógyászati szakellátás, amelynek 1957-től 2021-ig egy belvárosi épület adott otthont. A szakrendelő 64 év után költözhetett ebbe a modern, korszerű környezetbe. A fejlesztés azért is kiemelt jelentőségű, mert a térség közel 40 településéről, valamint e területen kívülről is ellátnak betegeket. Közel 299 millió forintot fordítottunk erre a fejlesztésre. Ebben már benne volt az a tüdőgondozónak a felújítása is, amihez még körülbelül 140 millió forintot tettünk hozzá saját erőből. Ennek azért nagyon fontos a jelentőség, hogy bekerült, mert nagyon kevés kórház van Magyarországon, amelyik egy telepján tud működni, illetve a tüdőgyógyász szakma most már tudja támogatni kórházon belül a többi benfekvő betegeknek a konziliárosi feladatainak az ellátását, a sürgőség, illetve az intenzív szakmának az ellátását. A beruházás jelentőségét mutatja, hogy a beszerzett modern eszközöknek és az infrastruktúrális korszerűsítéseknek köszönhetően a térségben több tízezer ember részesülhet magasabb színvonalú egészségügyi ellátásban.